A kezdeményezés Karcagról indult annak érdekében, hogy a kertesházakban élők ne lebetonozzák vagy befüvesítsék kertjeiket, hanem azokon önmaguk számára kiváló minőségű zöldséget, gyümölcsöt termeljenek. Az is látszik, hogy a megváltozott környezetben, az egészséges életmódban, az egészséges élelmiszertermesztés is nagyon nagy szerepet kell, hogy játszon, hiszen azok a vegyszerek, azok a mikroműanyagok, amelyek ma már tudjuk, orvosilag bizonyították, hogy nagyon sok betegség okozói. Nyilvánvalóan ez egy otthon termesztett, biológiailag felépített és vegyszermentes környezetben termesztett növényeknél azért sokkal ritkábban fordul elő, tehát egészségesek is. Nyilván egyfajta közösséget is teremtenek, hiszen családi közösségek, baráti közösségek, iskolai közösségek, óvodai közösségek művelnek meg egy-egy kis kertet, és neveznek be erre a versenyre, de ezen túl persze egy nagyobb közösséget is teremtenek, hiszen ahogy itt is láttuk, egy terménybemutatón megvitatják egymással a kertészkedők azokat a praktikákat, lehetőségeket, amelyek segítik őket a következő évek még nagyobb terméshozamához. És hát azt gondolom, hogy egy nagyon jó kikapcsolódás is, hiszen aki a kertben tölti az idejét, az szabad levegőn van, végez valami fajta fizikai mozgást, tehát ez így összességében adja azt az óriási jelentőségét, amelyet ez a program mindenki számára kínál. A mozgalom nagyon gyorsan országos méretűvé vált, majd hamar meghódította az egész Kárpát-medencét. És egy olyan elhivatottságnak, egy olyan szenvedélynek, egy olyan hivatásnak állít példát és állít évről évre seregszemlét, ami azt gondolom, hogy az öngondoskodáson felül, az önellátáson felül az egészséges élelmiszerek megtermelésének talán a legfontosabb színhelye a házi kertek, a konyha kerteknek a színtere. Vidéken egyáltalán nem ritka, sőt majdnem, hogy kötelesség a konyha kert művelése. Miközben a nagyvárosokban is egyre alakulnak a kertközösségek, ahol a panelházak tövében termesztik a paprikát, hagymát, paradicsomot. Vannak olyan zöldségek, vannak olyan termények, amelyek az én kertemben is van, és van olyan, amit csak szeretnék, mert olyan szépek, és olyan ízletesek, hogy mindenkinek kellene ilyen kitűnő élelmiszer, ilyen bioélelmiszer, amit a kiskertekbe terem. A Zuglógerben tartott kistermelői bemutatón minden létező zöldség, szezonális gyümölcs felvonultatott. Minden, ami egy kiskertben, konyhakertben megteremthet. Magyarország legszebb konyhakertjei mozgalomnak a karcagi eredmény hirdetésén a legkülönbözőbb zöldségekből, gyümölcsökből nagyon színvonalas repertoárt vonultattak fel a termelők. Bízom benne, hogy ez inspiráló lesz a jövő évre is, hiszen minden év egy új dobás, minden év hozhat egy újabb szerencsés időszakot. Hát most már itt az előkészítő munkáknak az ideje. Én biztos vagyok abban, hogy a jövő évben is sikeresen tudunk majd termelni. Balkon kategóriában első helyezett lett Bodnárné Ökrös Zsuzsanna. Közösségi kategóriában első helyen végzett a Szent Erzsébet óvoda és a Madarász Imre Egyesített óvoda Gépgyár utcai Szím óvodája. Második helyezett lett a Madarász Imre Egyesített óvoda Csokonai és Kinizsi utcai óvodája. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, Szociális Szolgáltató Központja, valamint a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolája harmadik helyen végzett, a Györfi István Katolikus Általános Iskola, a Madarász Imre Egyesített óvoda Zöldfa utcai és Táncsics körút 19-es számú óvodája, illetve a Városi Önkormányzat Városgondnoksága. Én úgy gondolom, hogy a kertesek olyan praktikákkal, olyan tudással rendelkeznek, hogy jöhet bármi, őket nem fogja zavarni semmi, mindennek elébe tudnak nézni, és minden akarát le tudnak győzni. Ebben az évben nagyon nagy eredményünk volt. Ugye 149 országos díjra jelölt kert közül csak 12-en használtak vegyszeres védekezést, magánkertesek közül pedig csak egy fő használt permetezést, illetve vegyszert. Mini kategóriában első helyezett lett Tőkés Nóra és Tőkés Gergő, valamint Kele Imre. Második helyen végzett Tóth Irén és Varga Nándor, illetve Kocka Dominik. Harmadik helyezett lett Gazsó Imre, Házi Zsolt, valamint Nagy Imre.
Oklevélben részesült Vadai István Zoltán és Orosz István Lajosné. Normál kategóriában első helyen végzett Csontos Lajos és felesége, Káposztási Józsefné, Németné Nagy Julianna és családja, valamint Rácz János István és felesége. Második helyezett lett Bosnyák Imre, Kőházi Istvánné és Nagy Imre. Harmadik helyen végzett Szarka Bálintné. Oklevélben részesült Zavackiné Cseppentő Éva. Zárt kert egy zöldséges kategóriában első helyezett lett Rideg István. Második helyen végzett Csontos Lajos, Györfi Sándorné, Nagy Imréné, Szívós Gyuláné. Zárt kert három vegyes kategóriában első helyen végzett Jónás Sándor és felesége, valamint Nagy Kinga. Második helyezett lett Márki Zoltán. A harmadik helyen Kacsándi Istvánné végzett, oklevélben részesült Balog Lőrincné.